Szervusztok! Kis Ágota Adrienne vagyok, gasztrokócs, séf. Bemutatom a férjemet, Kovács Kondot. Az Omega Budapest gyülekezetből érkeztünk, ahova szeretettel várunk benneteket, hogyha a gyülekezetet kerestek. Szeretettel köszöntöm a Pax televízió nézőit és mindazokat, akik a YouTube-on nézik vissza a főzőműsorunkat. Hoztam a mai nap is egy igeverset nektek, János 8. része, 36. vers. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Majd arról fogok nektek néhány gondolatot mondani, hogy mit is jelent szabadnak lenni Jézus Krisztusban. Most két egyszerű ételt fogunk nektek bemutatni. Egy burgonyahajót fogunk készíteni, egy kicsi trükkel. Megmutatom nektek, hogy hogyan lehet mikróban 8 perc alatt burgonyát megpuhítani. Félbe fogom vágni a burgonyát, Kond készíteni fog egy nagyon finom fokhagymás, paradicsomos, bazsalikomos szalszát, és a burgonya, amint megpuhult, kicsit kiváljunk a közepéből, így lesz belőle burgonyahajó, megtöltjük a szalszával, rárakunk egy kis cheddar sajtot, berakjuk a sütőbe pár percre, és amikor tálalni fogjuk, akkor egy kicsi tejfölt fogunk még rálocsolni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon finom lesz. És egy desszertet hoztam, egy banános, kekszes, vaníliapudingos, hát mondjuk úgy, hogy banánpohár desszertet, aminek a különlegessége az lesz, hogy mascarpone-t és sűrített tejet fogok keverni majd a vaníliapudinghoz, és ez egy ilyen laza, finom kis pudingot vagy mártást fog adni a keksz és banán alapnak. Azzal fogjuk kezdeni, hogy be fogjuk rakni a mikróba a burgonyát. Ez bioburgonya, alaposan megmostam, de mivel bio, ezért nem kell meghámozni. Megszurkálom egy kicsit. Ez egy életmentő kaja akkor, amikor beállít egy vendégsereg, szeretnétek valami különleges finomsággal előrukkolni, és nincsen sok idő a konyhában sütni, főzni, de mégis valami különlegeset jó lenne a vendégek elé tenni. Általában burgonya minden háztartásban van, mikróban tényleg 8 perc alatt megpuhul, és ezzel a módszerrel, hogy burgonyahajót csináltok a burgonyából, sok mindennel lehet tölteni. Salátával, reszelt sajttal, tejföllel, pestóval, nagyon sokféle módon el lehet ezt készíteni. Most én egy bazsalikomos, paradicsomos variációt fogok nektek megmutatni Konddal. A pudingot elkezdem főzni, a felét áttöltöm ebbe az edénybe. Úgy. Hozzárakok 2 evőkanál erítőt. A pudingbort pedig a maradék tejbe elkeverem csomómentesre. És elkezdem a banánokat pucolni. Drágám, mesélsz közben a burgonyahajóról, burgonyáról? Persze. A burgonya, mint tudjuk, Amerikából származik. Nagyon régóta termelik a helyi őslakosok. Amerika felfedezése után a 16. században került át Európába. Kezdetben csak dísznövényként, később jöttek rá, hogy nem a felszín feletti részét kell fogyasztani, mert az mérgező, hanem a felszín alattit is, vagy az kell egyedül. Gyakorlatilag nagyon egyszerűen termelhető, nagy mennyiségben, így vált népélelmezési eszközé, főleg a háborúk idején mindenféle pótélelmiszernek az alapanyaga lett. Nagyon híres az írországi burgonyavész, ami 1845-től 1 millió ember halálát okozta, és rendkívüli kivándorlási hullámot váltott ki. A háborúk idején pedig alapvető élelmezési eszköznek számít. Fontos, hogy lehet belőle még töményitalt is főzni, a lengyelek a vodkájukat például ebből készítik.
A banán Dél-Kelet-Ázsiából származik, bár sokan azt hiszik, hogy amerikai növény, de Dél-Kelet-Ázsiából kezdett elterjedni, először talán Pápua Új-Guineán kezdték termeszteni és nemesíteni, innen terjedt el Vietnám felé, India és a kínai részekre. A portugál gyarmatosítók hozták át először Nyugat-Afrikába, majd a spanyolok vitték át Amerikába a 16. század elején, akkor terjedt el Amerikában. A banánnak nagyon alacsony a sav tartalma, ezért már csecsemőkortól is adható. Sok benne a B6 vitamin, a fehérje, rengeteg ásványi anyagot tartalmaz, tehát egészséges, mint a legtöbb gyümölcs. Ajánlom mindenkinek, hogy fogyasszon belőle. Fogyókúrázóknak nem ajánlott. Miért? Magas a szénhidrát tartalma. Oké, köszi. Köszönöm, drágám. Még ma is van kétféle banán, a törpe banán, meg a másik. És a másik az mi? Azt nem tudom, nem jut eszembe. Elkészült a puding, szépen besűrűsödött. Úgyhogy most hozzá fogom rakni a mascarpone-t. Hozzárakom a sűrített, cukrozott tejet. Egy nagyon finom, jó illatú, laza krémet sikerült elkészítenem. Simára keverem, és beleöntöm szépen a poharakba. A puding az Angliából terjedt el, édes és sós változata is ismert. Nálunk főleg az édes változata az, amit készítenek. Angliában viszont a sós is nagyon menő, illetve a karácsonyi puding, de például a Yorkshire puding az olyasmi, mint nálunk a kolbász. Nem nagyon hasonlít, de inkább ez hozzá a legközelebb. Ma már inkább az instant pudingokat, pudingporokat, vagy az előre dobozolt pudingokat fogyasztjuk. Az első pudingpor 1918-ban jelent meg Amerikában. Első főzés nélküli puding, amit lehetett készíteni, pedig szintén amerikai, és 1950-től tudjuk használni. Nálunk ez a, hiszem, a 70-es években jelent meg Dr. Oetkertől. Bazsalikom neve a Bazileos görög szóból származik, ami a császárt is jelenti, ugyanis állítólag a görög császárok kedvenc fűszernövényei közé tartozott. Pázmándi helyi bort kínálunk, olasz rizling. Az olasz rizling az nagyon elterjedt Magyarországon, francia vagy olasz eredetű, ez nem teljesen tisztázott. A filoxéria járvány után telepítették. Nagyon nagy területeken termelik, a füred csopaki borvidéken például már jobb eredményeket érnek el, mint az eredeti francia borvidékeken. Nagyon finom, könnyű, zamatos bor, mindenkinek ajánljuk. Köszönöm. Addig én elmondom nektek a gondolataimat, arról, hogy mit is jelent szabadnak lenni Jézus Krisztusban. Ugye, hogyha valaki elfogadta Jézus kegyelmi ajándékát, és befogadta a szívébe, akkor azzal meg vannak bocsájtva a bűneid, azok is, amiket régen elkövettél, és az is, amit ma vagy holnap el fogsz követni. És amit az Atya elvár tőlünk, hogyha mi megtért élőhitű keresztények vagyunk, hogy lelki ismeret furdalás nélkül éljük az életünket. Ezt leginkább ahhoz tudom hasonlítani most autósok előnyben, hogyha tiszta motorba hajtod, teszed a benzint, jobban fog haladni az autó, jobban fog menni a motor. Hogyha tiszta a lelkiismereted, akkor sokkal jobban fogsz haladni a hétköznapokban, a mindennapokban. És nyilván az, hogy élőhitű keresztények vagyunk, az nem azt jelenti, hogy én holnap után soha többet nem fogok vétkezni, de tudom, hogy Isten már megbocsájtott ezt, Jézus már ezt felvitte a keresztre, és ez a fajta lelki szabadság az, aminek az üzenetét szeretném nektek most átadni, hogy
Ha te megvallottad a bűneidet, befogadtad Jézust a szívedbe, és élőhitű kereszténynek vallod magad, és tudod, hogy üdv bizonyosságod van, akkor élj szabadságban, mert tudd, hogy az Atya szeret, és megbocsájtott neked mindent a múltban, és a jövőre való tekintettel is. És ezzel az üzenettel készültem a mai napra nektek. Nem sokára mutatjuk a tálalást, én addig lehet, hogy megkóstolom a borocskát, hogyha a férjem kibontja, és majd mutatjuk a burgonyahajókat. Köszönjük, hogy itt voltatok, legyetek szabadok, készítsétek el ezt a nagyon egyszerű banánpudingos pohárdesszertet, a burgonyahajót, bármilyen zöldséggel tudjátok tálalni, látogassatok el Pázmándra, nagyon finom borok vannak, Isten áldjon benneteket, nem sokára újra találkozunk. Minden jót!